Kamala Harris, amerikai elnök, a Müncheni Biztonságpolitikai Fórumon arról beszélt, hogy senki se várjon el jótékonykodást az Egyesült Államoktól. Ő elsősorban a saját gazdaságával, a saját hadiparával és a saját céljaival foglalkozik, és ezt mindenkinek be kell látni, egy hegemon hatalomnak más elképzelései vannak, mint bárki másnak. Ez azt is jelenti, hogy a jótékonykodás az európai biztonsági struktúrával kapcsolatban is kérdéses. Az orosz-ukrán háború egyik fontos tanulsága, hogy Európának saját biztonsági struktúrára van szüksége, és fel kell készülnie arra is, amikor az Egyesült Államok elfoglalt lehet más hadszintereken. Szerintem Európa biztonságát nem egy bevándorlókból toborzott hadsereg fogja biztosítani. Ti mit gondoltok erről? Európa nem képes megvédeni önmagát, mondta Zelenszky elnök a Müncheni Biztonságpolitikai Konferencián. Nyugati kutatók azt állítják, hogy az európai emberek nem akarnak, a nyugati hadseregek pedig nem tudnak igazából háborút vívni. Egyes kutatók szerint a bevándorlás lehet a válasz az európai hadseregek minden problémájára. Ezekkel a kérdésekkel foglalkozunk most a Specialista legújabb adásában. Az elmúlt napokban zajlott a Müncheni Biztonsági Konferencia, ahol nagy beszédek hangzottak el, de ami talán legérdekesebb volt, hogy több újság is megszelőztette, hogy a nyugati szövetségesek nagyon erősen, Tartanak attól, hogy Ukrajna esetleg összeomlik, és nem képes tartani a, a frontvonalat jelentős támogatás nélkül az oroszok ellen. Ha most eljátszunk egy gondolatkísérlettel. Oroszország le tudná győzni Európát? Vagy Európa? Le tudná győzni Oroszországot? Hát ugye reméljük, hogy ez a gondolatkísérlet csak gondolatkísérlet marad, és nem kell végig számolni. Akkor, amikor egy katona elkezd különböző számvetéseket csinálni, akkor az egyik ilyen fontos tényező, hogy atomvegyi és biológiai fegyverek alkalmazásával számolnunk kell. Ez azt jelenti, hogy amikor számításba veszünk bármifajta hagyományos szárazföldi vagy haditengerészeti erőknek az összecsapását, akkor mindig bele kell vennünk a számvetésbe azt is, hogy ezek az eszközök ott vannak. Oroszország rendelkezik a leg nagyobb készlettel, több mint 6200 atomtöltettel rendelkezik, ráadásul ezeknek a tölteteknek az erőssége általában nagyobb megatonnák van számolva, mint amennyi mondjuk a nyugati fegyverkészletekben található, és ráadásul modern célba juttató eszközeik vannak. A nukleáris triád működik az ő részükről, tehát szárazföldi indítású rakétákkal is, repülőkkel is, illetve haditengerészeti erőkkel, illetve atomtenger is célba tudnak juttatni ilyen jellegű eszközöket. Vagyis azt jelenti, hogy a világ minden zegzugát el tudják érni, és ha azt nézzük, hogy a, a legújabb, legmodernebb célba juttató eszközeik azok pedig képesek akár több tízezer kilométert is megtenni, az pedig azt jelenti, hogy veszélyforrás jelentenek a világ minden részére. Tehát ez az alaphelyzet, amiből ki tudunk indulni. A másik, amit össze tudunk hasonlítani, az az, hogy amúgy Európában nincs kevés katona. Hát körülbelül ugyanannyi katona van, mint az Egyesült Államokban, csak annyi különbséggel, hogy ennek a potenciálja, az meg se közelíti az Egyesült Államoknak a katonai potenciáját. De miért Sőt, nem? Ez döntő részében annak is köszönhető, hogy a hidegháborúnak a végével a képességek nagymértékben visszaestek. 95-ös viszonyrendszerhez képest a 3,5 millió katonából redukáltak 1,3 millió katonára, és ráadásul a legfontosabb fegyverrendszerekben vagy elavultságok jelentek meg, vagy pedig egyszerűen kivonták őket a hadrendből. Németország erre jó példa, egyszer csak azon kaptuk fel a fejünket, hogy Görögországnak és Lengyelországnak több Leopárt van, mint a németeknek, és elkezdték visszaépíteni a német haderőt. És hasonló folyamatok zajlottak le mindenhol. Kutatók egy része azt mondja, hogy 35-55 százalékában csökkent a harcérték ezeknek az európai haderőknek, és legjobban, leginkább a haditengerészeti erőknek a csökkenését lehetett megfigyelni, tehát azok az eszközrendszerek, amelyek mondjuk a 90-es éveknek az elején rendelkezésre álltak Európába, azoknak a döntő többsége már valahol szétbontás alatt van. És hasonlóképpen történt amúgy nálunk is. 2004 nyara után indult meg egy nagyon erőteljes leszerelése a Magyar Honvédségnek, hirtelen mindent alattunk, vagy elajándékoztuk a harckocsiainkat, vagy pedig a gyalogsági harcjárműveinket. Két és fél, három millió forint per darab áron továbbért, a görög haderőnek. Egy érdekesség, hogy ezek az általunk elajándékozott vagy eladott eszközök előbb-utóbb mégiscsak valami orosz hadszintéren találták magukat. Az Iraknak adott harckocsikat az ISIS szerezte meg, azokat döntő részében sokszor az orosz légierő volt, aki megsemmisítette, és hasonlóképpen jártunk a BNP egyesekkel is, amelyeket a görögöknek adtunk, akik utána még majdnem 20 évig rendszerben tartották ezeket az eszközöket, majd utána egy csere keretében pedig átadták az ukrán haderőnek, így nagy valószínűséggel ezeket az eszközöket is a, az orosz föderáció hadereje pusztította el. Ha figyelembe veszük azt, hogy ugye az ukrán-orosz háború elején nagyon sok volt szovjet haditechnikát adtak át európai országok Ukrajnának pont azért, mert ugye ismerik azokat az eszközöket. Meg lehet nagyjából becsülni azt, hogy most milyen képességei vannak az európai országoknak? Az egyik, amit tisztázom kell, hogy egy általános követelmény, hogy NATO tagországok lehetőleg nyugati fegyverrendszerekkel rendelkeznek, és ki is kell takarítani a portfólióból azokat az eszközöket, amelyek valamikori szovjet-orosz eredetű eszközök voltak. Az, hogy átadásra kerültek ezek az eszközök Ukrajnának, az még természetesen nem azt jelentette, hogy megérkezett a pótlás, meg lehet kérdezni például a, a szlovákokat ezzel kapcsolatban, hogy vajon milyen fajta visszapótlásokat kaptak ezen eszközök kapcsán. Most azt látjuk, hogy miután Zelenszki ezen a Müncheni biztonsági konferencián mindent megtett annak érdekében, hogy lehető legnagyobb támogatást összegyűjtse addig, amíg az Egyesült Államokban valami fajta döntés nem születik a pénzügyi és katonai támogatásról. Olyan felajánlások is születtek, amelyben például Dánia teljes tüzérségét átadja, minden fegyverét, eszközét átadja Ukrajnának is. Nagyon sokan vannak, akik a légvédelmi eszközeikkel tettek így. Vannak, De mennyi a minden? A, a, a minden a minden. Tehát a, a dánok végül is azt a döntést hozták, hogy annyira fontos Ukrajnának a védelme, hogy ennek érdekében az összes eszközt és a megmaradt lőszerkészletet átadják. Ugye a csehek nemrégben bejelentették, hogy ők végigkutatták a világot, és akkor mégiscsak találtak 800 ezer tüzérségig és azokat ők szívesen átadják, hogyha ennek a finanszírozásába valaki ügyesen beleszállna. Magyarul ők védélyedik, csak valaki más fizesse ki. Helyet így, van, így van, így van, így van, és ezt láttuk hasonlóképpen a balti államoknak is voltak ilyen kísérleteik. De a legfontosabb szerintem, amit tisztáznunk kell, hogy amit már mindenki, a kedves nézők is tudnak, hogy a NATO valójában az Egyesült Államok haderje nélkül, vagy mondjuk a török haderő nélkül igazából nem számott tevő erő. A franciák és a britek nem Ők sem. Tehát amikor a franciák most nemrégiben néhány éve Észak-Afrikában próbáltak műveleteket végrehajtani, az amerikai logisztika nélkül képtelenek voltak megvalósítani. Vagyis, hogy úgy kell tekinteni a nato hogy abban egy nagy erős tényező van, az Egyesült Államok, míg a többiek döntő részében részfeladatokat alkalmasak. A háború valósága az még mindig ugyanaz, mint ami évtizedekkel korábban volt, és az, hogy békefenntartó, békeműveletek kapcsán képezzük ki a katonákat, és olyan eszközrendszereket fejlesztünk ki, az nem azt jelenti, hogy a végén utána nem kell valóságos háborúban is szembesülnünk, és ugye főleg a szíriai háború után, de a orosz -ukrán háború kitörése után nagyjából mindenki értette, hogy a harcászatnak a szabályai azok nem változtak meg, és hogy a végén mégiscsak nehéz technikára, tüzérségre, Rakétatechnikára van szükség, és hogy az a bizonyos történelem az még se ért véget, és a hadseregek története se ért véget. Húsz évvel ezelőtt én is hallottam ezeket, hogy a harckocsizóknak az ideje lejárt. Ez egy avi teszköz ki kell vonni a forgalomba, minden, ami lánctalpas, az fel kell számolni, minden, ami tüzérség, az ugyan már minek, semmi szükség nincs rá. És itt is látjuk a különbségeket, hogy például az ukrán hadszintéren kiderült, hogy a, a nyugati tüzérségi eszközök bár messzebbre tudnának lőni, mint az orosz de döntő részében azok a lőszerek, amelyek jóval drágábbak, néha tízszer drágábbak kerülnek, mint egy normál tüzérségi gránát, azok nem nagyon érkeztek meg Ukrajnába, ezért azokat a távolsági előnyöket, amelyeket ezekkel ki lehetett volna használni, nem sikerült. Az oroszoknak hasonló képességű tüzérségi eszközeik ugyanígy megvoltak, viszont azok jóval olcsóbb gránátokat és tüzérségi lövedékeket használtak. És a másik még egy nagyon fontos kérdés, hogy például a csövek meddig bírják. Szokták azt mondani, hogy három másodperc körülbelül egy csőnek az élete, és akkor néhány uh, század másodperc alatt zajlik le egy folyamat, és akkor összeadódik. Mármint egy mennyi... lövés az néhány így, század így, másodperc, így, így van, azokat mind összeadjuk. Így van. De a, a lényeg az, hogy uh, úgy tűnik, hogy akár a Szovjetunió időben készített, vagy az Orosz Federációnál használt eszközök, ezek tovább bírják azokat a terheléseket, amelyek ott vannak, és ez egy fontos és lényeges szempont. De a lényeg az, hogy kiderült, hogy az európai haderők nem túl ütőképesek, ezt különben az elmúlt években amerikai vizsgálatok is alátámasztották, vizsgálták a brit haderőnek, a francia haderőnek, a német haderőnek az állapotát, és arra a megállapításra jutottak, hogy egyik sem alkalmas egy komoly, modern háborúnak a megvívására, és hogy több évtizedes fejlesztésekre van szükség annak érdekében, hogy az elavult eszközöket, az elavult eljárásokat megpróbálják pótolni. És akkor itt visszatérve arra, hogy körülbelül ugyanannyi katona van Amerikában, mint amennyi Európában, ez egy széttöredezett haderő, különböző technikai fejlesztésekkel, különböző beszerzési irányokkal, más-más elképzeléssel, hogy hogy kellene ezeket beszerzni. A németek szeretnének egyből mindent megvenni a valami oknál fogva az amerikaiaktól, a franciák szeretnének egy európai hadipart felépíteni, ahol természetesen elsősorban a francia hadipari cégeknek kellene valami fajta előnyöket létrehozni, ők szeretnének közös harckocsit, közös repülőgépet, de németek fejlesztettek saját harckocsit, ők nem szeret ilyet a vezetettség szempontjából is ugyanilyen széttöredezettséget lehet látni, illetve a katonai tapasztalat, a kiképzésnek a hatékonysága szempontjából hasonlóképpen lehet beszélni. Az amerikai haderőt úgy építették föl, hogy kettő-kettő és fél párhuzamosan zajló háborúra is képesek legyenek válaszokat megfogalmazni, hiszen előfordult, hogy a világ különböző részén kell nekik valamilyen feladatot végrehajtani. Ahhoz, hogy az európai... Mondjuk ha... Ukrajna, közel és Tajvan? Így van, így van. És akkor itt van a nagyon fontos rész, hogy van egy véleménycsokor, amelyik azt mondja, hogy amúgy katona van elég, csak a kiképzettség, a felszereltsége, a struktúráltsága nem elegendő ahhoz, hogy ezt a kontinens meg tudja védeni. Mások szerint viszont óriási problémák vannak, hiszen toborzási hiányokkal küzd az európai haderőknek a döntő többsége. Ez amúgy az amerikai haderőnél is megjelenik, nálunk erőteljesebben. És azok a kutatók, akik ezt vizsgálták az elmúlt időszakokban, arra a következtetésre jutottak, hogy valójában megváltozott a fiataloknak az értékrendje, ebbe már nem fél bele a hazaszeretet, a honvédelemnek a, a kérdésköre, a szabad piacon sokkal jobban fizető munkahelyeket lehet megtalálni, a katonai szolgálat mégiscsak fáradtságos, fájdalmas, sokszor éveket kell, vagy hónapokat kell idegen országokban tölteni, korlátozva van az embernek a szabadsága, megsebesülhet, balesetet szenvedhet, meghalhat ezekbe a konfliktusokban. A másik része pedig az, hogy az, amúgy a tá a társadalom nem is látja a katonákat. Tehát azzal, hogy a laktanyák eltűntek a városokból, nincs az a régi állapot, hogy mindenhol lehetett valahol katonát látni, és ezért az embereknek, a, a felnövekvő fiataloknak az életében a katonakép az, az jelen van. Az látszik, hogy ez is döntő részében valami olyasmi, amit az interneten keresztül meg lehet nézni, de nem nagyon találkoznak magukkal a katonákkal. A kutatók azt is állítják, hogy kellene sok újabb fiatalt berakni a haderőkbe is, méghozzá képzett fiatalokat de ezek nincsenek sehol. Vagy azért, mert inkább a piaci viszonyoknak megfelelő jobb kereseti lehetőséget keresik meg, vagy azért, mert más ideológiákat vallanak, számukra nem opció, hogy ők katonákká váljanak, és erre a kutatók azt gondolják, hogy a legjobb megoldás a bevándorlás lehet. Szó szerint arról beszélnek, hogy az európai haderőket döntő részében a bevándorlással kellene tudni pótolni, és felvetették annak a lehetőségét, hogy több év katonai szolgálat után állampolgárságot lehessen szerezni az új Bundeswehrbe, elsősorban európai állampolgárokat szeretnének toborozni, és a későbbiekben pedig ennek a lehetőségét is vizsgálják, hogy hogyan lehetne a bevándorló közösségekből embereket átvenni. Ilyenkor föltesszük a nagy kérdést, Tehát hogy. Nincs akkor... itt nemzetbiztonsági kockázat? Hát biztos, hogy van nemzetbiztonsági kockázat, de ezeket a nemzetbiztonsági kockázatokat már láttuk, hogy hogyan devolválódnak, amikor vásároknak a biztonságáról, a közlekedés biztonságáról, a reptereknek a biztonságáról, az utcáknak a biztonságáról kellett volna dönteni, akár Svédországban, akár Németországban, vagy Franciaországban, és egy, ezek a ideológiai kényszerek azért tovább gyűrűznek ebben a folyamatban is. Azt mondhat, hogy az Egyesült Államoknak és Törökországnak van a két nagy ütőképes hadserege a NATO-ban. Van NATO nélkül és az Egyesült Államok nélkül európai biztonság? Az Egyesült Államokban van Trump előttről egy nagyon erős nyomásgyakorlás az európaiakra, azért most már csináljátok valamit a biztonságotok érdekébe, ti is tudnak valamit el? Ha ne adj Isten azt történne, hogy az Egyesült Államok kivonul Európából, vagy azért, mert az olyan politika lesz, vagy azért, mert más konfliktusokra kell fókuszálni. Hogy néznek ki? Az Egyesült Államokon belül, amúgy pont a republikánusok irányvonalában van egy igény, a gazdag európai országok védjék meg saját magukat. Tehát, hogy az európai gazdagság arra épült, hogy olcsón volt a biztonság, mert az Egyesült Államok ellátta, olcsón volt az energia, mert Oroszország adta. És De ez kell... egy normális és felelős elvárás, nem? Így így van, ez egy normális és felelős elvárás volt. Itt párhuzamosan kellene néhány dolgot feloldani. Az egyik az, hogy az Egyesült Államok nem törekszik arra, hogy legyen egy önálló európai biztonsági struktúra. És Európán belül is megosztottak az európai államok azzal kapcsolatban, hogy létezne ilyen. Például Franciaország a bizonyos stratégiája, Autonómiával, önállósággal, vagy a nem nemrégiben az olaszok által kijelentett új európai hadseregnek a kérdésköre. Ez ebbe az irányba tartana, miközben látjuk, hogy a kelet-európai országok egy része, vagy Németország elsősorban a NATO struktúrán, biztonsági struktúrán belül szeretné megvalósítani ezt a bizonyos európai biztonságot. Az amerikaiaknak az a kérdése, hogy ne duplikáljanak az európaiak, tehát ne hozzanak létre kettős szervezeteket azért, hogy az európaiaknak legyen Saját hadseregük, saját parancsnokságuk, saját uh, légierő, saját uh, légvédelmi struktúra, saját haditengerészet, szárazföldi erők, és uh, ezt meg is próbálnák akadályozni bárhol, ahol erre törekvés van, de tény is való, hogy ha az európai politika el szeretné elni a saját biztonságát, akkor európai hadseregre volna szükség. Itt azért felhívna a figyelmet, ez nem kéne, hogy úgy kinézze, mint ahogy most a NATO struktúrák néznek ki, ahol vannak bizonyos országok, ahol bizonyos specializációkat hajtanak csak végre. Egyes országok csak nagyon szűk katonai területeken tudnak tevékenykedni, és avval járulnak hozzá a NATO nagy egész tevékenységéhez. De tény is való, hogy az európaiaknak, hogyha a saját biztonságok ennyire fontos, akkor Biztos, hogy előbb-utóbb egy közös európai biztonsági struktúrát kell létrehozni, azon belül pedig a haderőnek egy olyan komplex rendszerét, amely képes biztosítani az európai embereknek a biztonságát. Csak röviden, az elmúlt két év orosz-ukrán háborúja, az milyen tanulságot tartogat Európa számára? Hát az egyik legfontosabb tanulság, hogy a narratívák helyett számolni kell. Tehát a matematika az, az, az nem csap be bennünket. És akkor, amikor avval szembesülünk, ahogy nemrég a Gerdjén megírta, hogy hát nem gondolták volna, hogy az orosz termelési hadipari kapacitások így fel fognak futni az elkövetkező időkben, és hogy, hogy a végén 24 órában, három műszakban fognak ott dolgozni az emberek, és folyamatosan tolják ki az újabb és újabb haditechnikai eszközöket, és pótolják a lőszer és rakéta veszteségeiket. Sőt, ugye a britteknek a kijelentése most az, hogy Oroszország jobban felkészült, több erővel rendelkezik, mint a háború kirobbanása előtt. Tehát ez az egyik ilyen fontos dolog, hogy a valóság előbb-utóbb mindenki utol fog érni. Az oroszok korábban is fenntartottak bizonyos típusú kapacitásokat, amelyek amúgy veszteségesek voltak, annak érdekében, hogy hát ha egyszer majd újra kell indítani. Ez azt jelentette, hogy bizonyos struktúrákban szakembereket, gyártókapacitásokat megtartottak, nem annyit, mint korábban, de nem akarták őket elveszíteni, mert tudták, hogy előfordulhat, hogy ha ezek a szakemberek eltűnnek a rendszerből, akkor évtizedekbe vagy hosszú évekbe kerül majd még ezeket tudják pótolni. Most Európa ebben szembesül, hogy ők sokkal inkább a piaci viszonyokra építettek föl mindent, és kevésbé a technológiákra drágán, kis mennyiségű anyagot szerettek volna eladni, tehát a lehető legnagyobb haszonnal szerettek volna a haditechnikai eszközöket előállítani, az viszont nem felel meg egy modern háború követelményeinek. És most jelen pillanatban ennek a különbségét látjuk, és az európaiak nem véletlenül rájöttek arra, hogy hogy óriási pénzeket kell nem csak a hadseregek fejlesztésébe, de a hadiparba is investálni annak érdekében, hogy előrelépünk, csak ez egyszerűen nem fog történni egyik pillanatról a másikra. Ez is időbe kerül a kiképzés, a felkészítés, a szakembergárdának a felépítése, és közben ne felejtsük el, hogy az európai gazdaság döntő részében recesszióban van. Az, hogy a felismerés megszületett, az nagyon jó. De szerinted meg lesz a politikai akarat a végrehajtásra, hogy ténylegesen legyen áldozathozatal Európa biztonsága növelése érdekében. Eddig azt láttuk, hogy amit mozgósítani tudtak, az döntő részében inkább Ukrajnába küldték. Megpróbálták azt a képet elénk tárni, hogy minden Ukrajnában fog eldőlni. Ez a kép, ez nem valós. Európa sorsa, Európa képességeiről, az európai embereknek a hozzáállásától függ, illetve az európai gazdaságnak a, az erejétől, és a, azoktól a belső szociokulturális tényezőktől, amelyek eddig sok száz éven keresztül formálták ezt a kontinenst. Azt állítani, hogy minden az ukrán hadszintéren dől el, az azt is hozhatja magával, hogy ott nagyon rosszul alakulnak a helyzetek, mint ahogy most is látjuk, hogy a végén az ukrán haderő míg Zelenszky Münchenben tartózkodott, addig a különleges erőket is megpróbálták bevetni Abgyivikának a védelmi érdekében, és ezek az erők a végén megtagadták a parancsot, kevesen tudják, hogy valójában nem hajtották végre azokat a feladatokat, amelyeket a főparancsnok elvárt tőlük, és annak érdekében, hogy ezt valamilyen úton módon el tudják fedni, a csapatoknak a kivonása mellett döntöttek.